köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a jelenlévőket is, és a kedves nézőket is. 1995-ben Balástyán, megérdemli a nevét, hogy megemlegessük Siklósi Andrásnak, aki szervezte akkor a nagy szitja találkozókat. Ott ismertem meg dr. Katona Sándor hadtörténészt, aki akkor Németországban élt. Ő mutatta be akkor az Árpádról készült könyvét, amit szemmel láthatóan eléggé agyon van olvasva, már varrógéppel is meg van varrogatva. A másik, ennek az a címe, hogy Árpád az államférfi és hadvezér, országalapító. Ő írta a másik könyvet is szintén Árpádról, és én akkor, amikor őt ott megismertem és meghallottam, amiket Árpádról mondott, hát én Árpád rajongó lettem. Grandpierre Endre is foglalkozott az Árpádokkal, mi az igazság az árpádi bejövetel körül. Ezeket a könyveket annak idején a Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány, a Kötött Kéve újságom, nem tudom, van itt valaki, aki annak idején a Kötött Kévét? Igen, egy van, igen. Mi az igazság az árpádi bejövetel körül, az egyik Árpáddal foglalkozó könyve, füzete, a másik pedig az Árpád kirekesztése az Árpádházból, vagy a Magyar Királyok új rendje című könyv. Tehát ezek alapkönyvek voltak ahhoz, hogy bennem kialakuljon egy Árpád kép. És hát nagyon izgalmas dolgokat találtam. Árpád, most olyan időket érünk, hogy Kijev, mint város, vagy a név, ugye, sokat elhangzik a médiákban, de kevesünk tudatáig jut el az, hogy Kijev, Kevevár, hogy mennyi minden kötődik ehhez a magyar történelemben. Történelemből. Hát először is itt született Árpád. Tehát ennek a Kijevnek vagy Kevevárnak köszönhetjük Árpád megszületését. Itt történt, ez 840-ben, itt történt 888-ban a vérszerződés, és lényegében Álmost is innen számíthatjuk, és azt a bizonyos Turul legendát, amivel megint csak érdemes lenne foglalkozni, hogy ez mekkora tengrista szimbólum, és micsoda magyar műveltség van például a Turul mondában vagy mítoszban, amelyik olyan természetismereteket jelent. Tehát az, hogy például a nap az élet forrása, az egyértelműen ennek a Turul a jelképe. Hát most, tehát ezt is a Turul mondát is lényegében Kijevnek köszönhetjük. Na most a nagy hazatérés projekt ötletgazdája az Álmos volt. És a megvalósító az volt Árpád. És hogy a vérszerződés hogyan és miért született meg, és mi a lényege, erről megint csak igen sok tanulmány jelenik meg, vagy jelent meg. Engem annyira foglalkoztatott ez a dolog, hogy színdarabot is írtam. Ez 2005-ben, a terv szerint 2007-ben szerettük volna a Pozsonyi csata évfordulójára bemutatni, az akkor nem jött össze, de 2012-ben sikerült színpadra vinni az Álmos fia Árpádot. Na most őket, Álmost is, és Árpádot is valami miatt a magyar történelemből kirekesztik. Valójában ahhoz, hogy a magyarság újra önmagára találjon, Árpádhoz kell visszamenni. Álmoshoz és Árpádhoz. Na most, hogy ez mennyire izgalmas, amikor 1837-ben fölépítették a Magyar Nemzeti Színházat két kezükkel, Egressy Béni, meg Dériné, meg a társai,
Ennek a színháznak a megnyitójára írta Vörös Marti, a másik nagy szerelmem. Vörös Marti az Árpád ébredése című darabot, tehát az Árpád már az ő fejében is nagyon, tehát őt is foglalkoztatta az, hogy Árpádnak a magyar politikai közgondolkodásban mennyire fontos szerepe van, és kellene, hogy legyen napjainkban is. Most még egy érdekesség, hogy 1896, tehát ez a millenniumi évforduló, 8. tehát a törvényt alkottak arról, hogy létrehozzák a Hősök terét az ország alapító Árpádnak. Tehát ebben a törvényben ország alapítónak nevezik Árpádot. Konkrétan azt mondja, hogy Budapesten a Városligetnek és az Andrássy út és a tó közötti részében hon alapító Árpádot és a nemzet egész történelmi múltját megörökítő életművet állít. Tehát Árpádot már ebben a törvényben ország és honalapítónak ismerték el. No, de hát olyan szégyenletes esetek azért megtörténtek, hogy amikor a Munkácsy megfestette a Honfoglalás című képét, akkor többen kifogásolták, hogy az országházba azt fölállítsák, mert hogy az egy történelmi hamisítás, mert hogy nem lehet az, hogy a szegény Svatopluk féle itt élő szlávság ilyen nagy köszöntéssel fogadta volna az Árpádékat. De hát aztán csak ez érdekesség, hogy ilyen is kifogás is volt a kép ellen, hogy nem lehet a valóságnak. Hát, hogy aztán hogy lehet ma a történelemben igazságot tenni? Szeszág Gyula bácsi, az előbb emlegettem, ő mondta azt, hogy az őstörténet végtelen óceánján nagyon, aki vitorlázik, a végtelen óceán nagyon el lehet tévedni. Na most olyan szitúban, mint amilyenben mi magyarok vagyunk, különösen katasztrofális, ami az őstörténetünkkel is történik. Tehát mindenképpen valamiféle rendet kéne vágni benne. Na most azt is tudjuk persze, azt meg Voltaire-től, hogy a történelem egy seregcsalás, amit a halott körül elkövetünk, átalakítjuk a múltat, hogy megfeleljen jövőt illető szándékainknak, a történelem csak azt bizonyítja, hogy a történelemmel mindent be lehet bizonyítani. Na most olyan vicc, hogy például ez a magyarok, mi ez az intézet? Magyarságkutató, igen. Ez most teljesen elmerült ebbe az ázsiai hunkutatásba. Most meg kitalálták, hogy mégis finnugor elmélet van érvényben. Na most, hogy már tényleg az embernek nem is tudom, hogy lehet rendet vágni ezekbe a dolgokba. Én minden esetre megpróbáltam, és meg is fogalmaztam a magam Árpád képét, és azt állítom, hogy a vérszerződésnél korszerűbb alkotmány a világon nincs. A világtörténelemben egyedülállóan Álmos és Árpád magyarjai öntötték közjogi formába a vérszerződésben az egyes embert a nemzeti közösséghez fűző nemzeti kötelék fogalmát, az igazságosság és közszabadság eszméjét, az igazságos birtokfelosztás, közteherviselés, felelős kormányzás, népképviselet, hatalmi visszaélés esetére a visszahívás és ellenállás jogát. Ez Schiller Bódog írta a Politikai Magyarország című nagykötet megfelelő fejezetében 1912-ben. A vérszerződés mélyen a magyar nemzet kultúrájában gyökerezik.
olyan közjogi alapigazságok, melyek a magyarság ősi tapasztalatainak, viselkedési szokásainak, érték és erkölcsi követelményrendszerének a manifestációi, sajátos magyar kinyilatkoztatások. A vérszerződés szövege nem vélt vagy kitalált szöveg, hanem sok évezreden át működő társadalomszervező elvek, melyeket korábban nem volt szükséges írásba foglalni, és amíg az új koreszmék ki nem kezdték, a magyar társadalom ezen elvek alapján nagyszerűen működött. A magyar vérszerződés az egészséges, szerves társadalom működésének rendező elveit fogalmazza meg. Nem szerencsés a vérszerződésről számon kérni különböző mai modern alkotmányfelfogásokat. Tény, viszont, hogy minden benne van, aminek egy alkotmányban benne kell lennie. Nem árt arra is fölhívni a figyelmet, hogy mi nincs a vérszerződésben. Nincs benne ugyanis semmi transzcendens, elvont isteni fogalomra való emlékeztetés, tehát semmi antropomorf istenképre való utalás nincs benne. A magyarság egyéni és közösségi életében mindennek megvolt a maga szintere. A vérszerződés kizárólag politikai aktus volt. Máig érvényes, becsületes és igazságos politikai társadalom szervező elvekkel. Na, ennek tudatában vagyok én 95 óta Árpád rajongó. Az Árpádban, az Álmosi Árpádban a hét vezérrel mondatom el a vérszerződés szövegét. Ügyek, fia Álmos! Igen, vitézés katonai viszontagságokban felette hatalmas nemzetté tette törzsét a magyar. Ezért javaslom, amíg Álmos nemzetsége él, mindig abból választassék az Egyesült Nemzet fővezére fejedelme. Az új egységes nemzetet Álmos nemzetsége után neveztessék magyarnak. Úgy legyen! A közös erővel szerzett javakból senki se ne szárasség ki. Amit közös erővel szerzünk, abból mindjárt igazságosan részesülünk. Úgy legyen! Mi, nemzetségfő, akik Álmos szabad elhatározásra választott fejedelmüként, sem saját személyben, sem utódaimban, a fejedelmük tanácsából és az ország tisztségeiből ki ne zárassuk. Úgy legyen! Utódaink közül az, ki a fejedelem iránti hűségét megszegné, vagy viszálycintana a fejedelem és annak családja között, annak véreoltassék, miképp mi, szerződők, saját vérünkkel szentesítjük eskünket. Úgy legyen! Minden időkre átkozott és számüzött legyen Álmos, vagy esküdtevő utódja, ha ezt az esküt megszegné. Úgy legyen! Aki az áldomással egybekötött nemzeti gyűléseken és a hírnökök hadbaszólítására a táborban meg nem jelenik, és elmaradásának elfogadható okát nem adja, ketté hasítassék, vagy szolgasságba taszítassék. Úgy legyen! Én a hét szív bátorsága. Hét vezér, hét törzs, egy nemzet, egy akarat. Hét cserme egyesül most, ellenállhatatlan nagy folyammal. Az öt közismert szöveghez, egy paragrafushoz, egy hatodik paragrafust is beiktattam, ez pedig kerékgyártó Árpádtól van, aki a műveltség fejlődése Magyarországon 889 és 1849 között című könyvében ír erről a bizonyos hatodik pontról, és én ezt beépítettem a színdarabba, a vezérekkel elmondandó. Döbbenetes, hogy mennyire időszerű az első pont. Ügyek, fia Álmos, igen, vitéz és katonai viszontagságokban felette hatalmas nemzetét tette törzsét a magyart.
Amíg Álmos nemzetsége él, mindig abból választassék az Egyesült Nemzet fővezére fejedelme. Az új, egységes nemzet Álmos nemzetsége után neveztessék magyarnak. Tehát a 8, a 7 törzs és a 108 nemzetség, rokon nemzetség így hozta létre, tehát az első paragrafus lényegében Álmosék létrehozzák a magyar nemzetet. Magyar nemzet alapítója Álmos. Kész. Most mit jelent ez a mai magyarra fordítva? Ma is érvényesítendő követelmény, hogy magyarokat csak magyarok képviselhetnek, magyarnak magyar legyen a vezetője. És nem lett titkos adat. A kettes paragrafus, ez a kedvencem. A közös erővel szerzett javakból senki ne zárassék ki. Amit közös erővel szerzünk, abból mindnyájan igazságosan részesüljünk. Mai értelmezés. A javak megszerzésében együttműködés van. Nincs sem egyenlősdi, sem vadkapitalista szabadrablás, feudális kasztrendszer. Méltányos, igazságos elosztás van, létbiztonság alanyi jogon. A könyvemben több helyen foglalkozom ezzel a bizonyos létbiztonság alanyi jogi kérdéssel, mert tudnillik, már itt a nagy politikában megjelent ez a feltétel nélküli alapjövedelem kérdés. Ezt magyarul nemzeti osztaléknak kellene nevezni, azaz visszaállamosítani a magyar nemzeti közvagyont, és ennek a hozadékából fönntartani a szociális hálót úgy, hogy mindenkinek jusson. Tehát ez a nemzeti osztalékot gyakorlatilag, a nemzeti osztalék gyakorlatilag mai nyelvre fordítva minden csecsemőt és aggastyát meg kellene, hogy illessen alanyi jogon ugyanaz az összeg. Akinek meg van munkája, az plusz munkajövedelem és kész. Most, amikor a mesterséges intelligencia itt fenyeget bennünket, meg munkanélküliség, meg egyebek, akkor nem arról kell beszélni, hogy mennyi embert fogunk kiirtani, mostan a 8 milliárd emberről 1 milliárd, majd temet 7 milliárdot, hát felejtsük már el. Nem, itt igenis ebben a tömegtársadalomban is meg kell oldani azt, hogy emberhez méltóan élhessen az, aki már megszületett. Tehát ez, hogy a második paragrafusban kimondja, hogy a közös erővel szerzett javakból ne zárassék ki senki. És igenis, az, hogy ha valaki, tehát ez feltétlenül hangsúlyozni, hogy mindenkinek jár. Ha valaki méltatlanná válik valami ok miatt, azt elintézi más intézmény feladata. Tetszik érte, akkor börtönbe megy, hogyha ő valamit elkövetett, de a nemzeti osztalék neki is jár. Amúgy meg jár neki büntetés, hogyha bűnt követett el. Harmadik paragrafus. Mi nemzetségfők, akik Álmos szabad elhatározással választjuk fejedelmünké, sem saját személyünkben, sem utódainkban a fejedelmek tanácsából az ország tisztségeiből ki ne zárassunk. Mai értelmezés? A gazda pozíciók magyar kezekben legyenek. Következő. Utódaink közül az, aki a fejedelem iránti hűséget megszegné, vagy viszályt keltene a fejedelem és annak családja között, annak véreontassék, miként mi szerződők saját vérünkkel szentesítjük eskünket. Magyarul, a fejedelem a nemzet jelképe, aki elárulja a vezért, a közösséget árulja el, a hűtlenség halálos bűn. Az ötös paragrafus. Minden időkre átkozott és száműzött legyen Álmos, vagy az esküdtevő utódja, ha ezt az esküt megszegné. A magyarság mai értelmezése, tehát a magyarság legbecsesebb,
közösségi joga, kristálytiszta népfelségjog, ez az a bizonyos ellenállási jog, aminek megtartásáért, visszaszerzéséért évszázados küzdelmek, szabadságharcok folytak, és amiről minden magyarnak tudni kell, és amiért ma újra harcolni kell. Tehát ez az a bizonyos ellenállási jog, ami ugye nem csak az aranybullában, hanem az több mint 300 évben megelőzően a vérszerződésben benne van. És akkor az a bizonyos hatos pont, az aki az áldomással egybekötött nemzeti gyűléseken, vagy a hírnökök hadba szólítására a táborban meg nem jelenik, és elmaradásának elfogadható okát nem adja, kettéhasítassék, vagy szolgaságba taszítassék. Magyarul a közügyekben való részétel kötelező. A közügyekről azért nem árt egy kis szót ejteni, mert ugye azt tudni kell, hogy a közügy a saját személyes érdekeinken túlmutató ügy, amiért kiállunk, közérdek, hogy a közügyeinkért kiálljunk. Sajnos ott tartunk, hogy mint ahogy a közpénz elvesztette a közpénz jellegét, ugyanígy a közügyek is elveszítették már a közügy jellegüket, mert ma hivatalosan csak a választásokon való részvétel számít közügynek, aminek a gyakorlásától törvény eltilthat. De a legfontosabb közös ügyeink, a nemzeti állami szuverenitásunkat érintő ügyeink, azokat államtitok, katonai titok, banktitok, mindenféle titok védi. Tehát ezekről fogalmunk se lehet, hogy például az egy külön téma, hogy kerültünk az EU-ba, meg hogy kerültünk a NATO-ba, úgy fogadjuk ezt, mint a teljesen természetes. Nem természetes. Először is, mert nem volt érvényes egyik népszavazás se, nem is azért volt, hanem hogy állítólag, minek mondták ezt, hogy véleménynyilvánító valami népszavazás legyen, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy állami szuverenitást érintő kérdésekben sem az adott kor szavazópolgárai, sem az adott kor országgyűlése nincs történetileg fölhatalmazva. Tetszik érteni? Nem lehet róla szavazni. Ha megszállnak bennünket, mert erősebbek, mint mi, és eltiporják az állami szuverenit, de hogy magunk mondjunk le, pláne népet szavaztatni, azt a népet, amelyik csak a hazugságban nő föl, egyáltalán a népszavazás intézményét is majd azért újra kell gondolni, mert nem elég tájékozott, hanem az egyenesen félretájékoztatott népet nem szabad népszavaztatni. Az politikai átverés. Az, hogy a jelen helyzetben, tehát az, hogy ezeket az eszméket, amiket például ez a vérszerződés tartalmaz, ezeket tulajdonképpen az aranybullában felújították, megerősítették, sajnos, hogy az aranybulla végül is, akik ellen annó irányult, meg tudták akadályozni, hogy valójában hatályosuljon. Tehát soha nem hatályosult, az aranybulla viszont olyan dokumentum a magyar történelemnek, ami ugyancsak párját ritkítja, sőt, nincs is párja, mert nem ezzel foglalkozik például a Magna Carta, vagy a többi. A 108 pont lényegében a vérszerződést és az aranybullát előzménynek tekinti, de azt a bizonyos 108 pontot vezéreként teljesen korszerűen mai szóhasználattal
fogalmazza meg. Nem tudom, melyikőtök hallott már a Visegrád Magyaró egyi 108 pontról. Ez mi úgy mondjuk, hogy a magyar nemzet életének rendező elvei. 100 pont, véletlenül lett különben 108, de úgy látszik ez a 108 pont, ez nekünk nagyon bejött, mert a 108 nemzetség jött haza annak idején Árpádékkal. És Attila is, a maga, ha már itt vagyunk ugye az Attila Hotelben, Attila is a maga életelveit 108 pontban foglalta össze. Teljesen véletlen, hogy a milyen kis 108 pont lett. Ebből nagyon izgalmasak a legelső pontok, amelyek meghatározzák, hogy kit tekintünk magyarnak. Ugye magyar az, aki magyar származású, felmenőjének a többsége magyar, és magyar nemzettudatú. Azaz nem terheli a nemzettudatát egy más nemzethez való tartozás érzése. Egyébként nagyon jól le lehet élni az életet ennek tisztázása nélkül. Van, aki nem tudja leélni, mert tudni akarja, hogy neki mi köze van a magyarsághoz, vagy a nemzetéhez, vagy egyáltalán a világba hova helyezze, vagy hogy helyezze magát. Hát az identitásunknak egyik alapkérdése az, hogy a magyar nemzet tagja vagyunk, de tudni kell azt is, hogy miért lehetünk erre büszkék, meg mi legyen az, amit ebből megpróbáljuk minél szélesebb körbe tudatosítani. Egyébként hihetetlen, hogy a magyar népköltészet, meg a magyar klasszikusok, hogy tudtak foglalkozni ezekkel a dolgokkal, úgyhogy mi még mindig törjük a fejünket, hogy is van, meg mint is van. De most például egyébként az, hogy a Vörös Marti is az egyik kedvencem, nem bírok beletörődni, hogy 55 évet élt, vagy a Kisfaludi talán 37 évet, vagy 38 évet, hát mekkora emberek voltak. Hihetetlen, meg Madács, rengeteget idézem őket. Hozzájuk kell fordulni mindenképpen a magyar klasszikusokhoz, még a vallást illetően is. Amit a Vörös Marti leír a Csongor és Tündében, és elmondott az éj királynővel, az éjjel, és elmondott a három vándorral, hát az valami döbbenet. Hogy akkor, amikor ugye az isteni részecskét zavarásszák 100 milliárdokért a nagy laborokba, ütköztetőkbe, meg nem tudom mikbe, nem olvassák el az éj monológiát. De akkor sokkal okosabbak lennének. Vagy például az Isten fogalom. Borzasztó fontos kérdés. Mindig használjuk a fogalmat. Mit mond Vörös Marti tudósa? Azt mondja, hogy ezerszer osztottam már legkisebb elemre az össze-vissza járt természetet. A képzelődés elfáradt agyamban még Istenem sincs, nem tudom mi az, vagy mit nevezzek annak. Tetszik érteni? Mekkora gondolat? Vagy az éj monológia. Hú, mikor azt mondja, hogy az ember, ugye? Az ember feljő, a lelke fény folyam. Azt mondja, hogy hiszi, hogy mit alkotott, örökké lesz. De hol lesz a jelkő oszlopok? Ha nem lesz föld, a tenger eltűnik. A napok fáradtan egymásba hullva összeomlanak. Sötét és semmi lesznek, én leszek kietlen, csendes, lény nem lakta éj. És azzal indul, hogy én vagyok. Ugye én voltam, én vagyok, és én leszek. A sötét és semmi, a világ mindenséget így értelmezi. Döbbenetes a színpadon Vörös Martit, meg Csokonait, meg József Attilát is szavalnak a gyerekek olyan formában, hogy azt mondja, hogy itt minden rögfűszál a miénk.
Sok ezred éves harcban véráldozattal öntözénk, magyarnak lelke áll őrt minden fűszál felett, magyarnak lelke karja véd minden porszemet. A síkra, magyarok, fegyvert ragadjatok, hazákat újra meg kell váltani, de drága föld színét borítsák szerte szét az ellenségnek véres csontjai. Ez egy Vörösmarty adaptáció, pici módosítással az Árpádban.